Szervusztok, üdvözöllek benneteket a Haladó újabb epizódjában. Itt vagyok Majosligetben, a Majosligeti Horgászi Szabadidő Parkban. Ez szintén egy olyan tó, ami még nem nyílt meg a nagy közönség előtt, és egy meghívásnak teszek most eleget, és ellátogattam erre a vízre, ahol igazából még nagyon nem történt horgászat. Egy-két filmet már úgy tudom forgattak, de intenzíven még nincsen horgászva a víz. Amit tudni kell róla az az, hogy egy régi bányatóról beszélünk, viszont nagyon sokáig nem volt horgáztatva ez a tó, most került új kezekbe, és hát a tervek azok nagyon impozánsak, hiszen ott a túlsó oldalon végig egy ilyen 500 méteres nyílegyenes versenypark lesz, vagy egy versenyplac lesz, ahol majd versenyeket lehet rendezni. Ezen az oldalon, ahol én most ülök, itt vannak ilyen kis filagóriák, vagy egy ilyen kis beugró kis beton építmények. Én most egy ilyen betonépítmény mellé pakoltam le a ládámat, hogy ne zörömböljek, ne zörögjek feleslegesen. A víz az ilyen átlag 3,5-4 méteres, vannak pélyebb pontok benne, természetesen ilyen 5-6 méteresek, de viszonylag sík az alja, azt mondta a tulajdonos, hogy ilyen nagy marásokat nem nagyon kell rajta keresni. És hát bízom benne, hogy ezen a helyen, ahol most én horgászom, ki fognak állni a halak ilyen 40-50 méteres távolságra, mert hát nem szeretnék nagyokat haigálni, úgyhogy egy 360-as bottal fogok majd most horgászni, és hát ugye mi lesz a terv a mai napra? Ugye a múltkori horgászatomon folytott csontival horgáztam, ott mondtam, hogy majd meg fogom ragasztani, és hát ugye ez nem történt meg. Na, de most meg fog történni, hiszen hoztam magammal ragasztót is, van nálam egy liter csonti, úgyhogy ragasztott csontival fogok majd horgászni. De hát csupán ez a ragasztott csonti, ez önmagában kevés lenne, hiszen igaz, hogy kora tavasz van, már március első hétvégéjén vagyunk. Kell, én azt gondolom, hogy egy kis ízanyag is a vízbe, és hát szoktátok kérdezni, hogy miért nem horgászom magyar etetőanyagokkal, legtöbbször ilyen külföldi etetőanyagokat szoktam használni. Hát most hoztam magammal direkt egy magyart, ugye a legutóbbiban is egy maros mixel horgáztam, most pedig a Taripista bátyámnak a King Baits etetőanyagából a Procar szériát, ez egy versenyszériás etetőanyag, azt mondta. Ezt fogom most majd kipróbálni. Nem horgáztam még ezzel a kajával, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok én is, hogy hogyan fog viselkedni ez a bekeverés során. Meg fogom azt is mutatni egyébként, hogy a vízzel bekeverve ez hogyan néz ki ez a kaja. Így első ránézésre egy viszonylag finom szemcsés, bár vannak benne azért ilyen közepesen durva dolgok is. Az a legjobb, ha én kibontom. Megpróbálva legalábbis, hogy kibontani. Talán így lesz a legegyszerűbb. Kiborítva a kaját, vannak benne, úgy látom, kendermagtól kezdve kis angolmorzsa szemekig bezárólag minden. Édes az íze. Nekem egy kis spekulációs, ilyen kis spekulációs fahéjas aroma érződik ki belőle. Vannak, úgy látom, kis mogyoró darabok. Na hát kíváncsi leszek erre a kajára. Hát ezt fogom keverni. És hát, hogy azért legyen egy kis színes, darabosabb dolog is bele, a fjukának ezek a mikropelletjei fehér, sárga, illetve piros színben fognak a kajához kerülni. Hát a terv akkor a mai napra egy ragasztott csontis etetőanyagos horgászat, ilyen 40-50 méterre. Hát, hogy mire, fogalmam sincsen, hiszen nem horgáztam még soha itt. Azt tudom, hogy vannak benne szép pontyok is, de hát gyanítom, hogy van benne kárásztó, kázve, keszegig, bármi. Hát kíváncsi leszek, hogy ezen a mai napon, ezen a, mondtam azt, hogy még horgászok által nem agyon horgászott vizen mit sikerül majd fognom. Kezdem az etetőanyag keveréssel. Annak kell ugyanis egy kis idő, amíg átáznak majd a szemcsék, mert azért vannak benne, most már, hogy így borítom ki, vannak benne szép kis kisebb-nagyobb angol morzsa darabok, úgyhogy lehet, hogy nem is kell lehet hozzátennem ezeket a fükabéces dolgokat. Itt van egy szűk 6 deci víz. Így, mi? Kicsit le kell döngölni, ugye azt mutattam a múltkori filmembe. És azt félre is teszem egy kicsit pihenni, addig ázzanak át a szemcsék rendesen. Jöhet a csontkukac. Ugye a csontit mindig át kell egy kicsit mászatni, át kell tisztítani, mielőtt megragasztanánk.
Én azért már otthon átmászottam egyszer, úgyhogy nagyon koszosnak nem szabadna lennie. Ha csak most a kezemről lesz koszos. Na nem baj, így ezt kivágjuk. Kicsit a napon hagyni kell, hogy meginduljon a csonti. Át kell szépen mászatni, ezáltal megtisztulnak a még fennmaradó, nagyobb, darabosabb szennyeződéstől, illetve hát az elpusztult vegyerek sem fognak belekerülni majd a ragasztásba. Egyébként ez egy nagyon szép tiszta volt a csonti, én már előtte leszitáltam egy finomabb lyukméretű rostával még otthon, mielőtt betettem volna az acskóba. Közben, hogyha látok ilyen elpusztult jószágokat, azokat azért kidobom belőle. Tehát először most le kell szépen mászatni a csontit, és hogyha szépen átmásztak a rostán, akkor utána jöhet a ragasztás. Hát átmásztak a csontik, mint látjátok. Fennmaradt egy jó pár ilyen élettelen jószág. Ezeket én fogom és szépen le borítom a rostáról, és hát itt fennmaradt nekem egy szép, tiszta, tehergőszemű csonti. Hát nincsen másra szükség, mint egy kis csonti ragasztóra, illetve egy kis medvességre. Nagyon keveset kell először mindig rájuk spriccnizni, majd jöhet egy kevés csonti ragasztó. Nem sok, hiszen annyira akarom csak megragasztani, hogy a kosárba dobásig megálljon, nem akarom betonkeménységűre ragasztani most a csontit. Úgy akarom, hogy a, miután leérkezik az ajzatra, azonnal tudjon bontani a kosárból. Egy kevés vizet még adok hozzá. Még egy kevéske ragasztót is. Már el is kezdődött szépen a ragasztódás, szépen elkezdett ragadni a csonti, elindult a folyamat. Igazából ez már jó is, amikor ennyire megragad, hiszen a kosárba szépen benne tud maradni dobás közben, és hát miután leérkezik, nagyon gyorsan fog tudni bontani is. Szépen hagyom most egy kicsit itt őket is így letömködöm, hagyom őket is egy kicsit pihenni, és addig az etetőanyaggal foglalkozom. Érdemes a csontit is a ragasztás után egy kisebben lénybe áttéve, így alaposan ki nyomni belőle a levegőt, így még tökéletesebb lesz a ragasztásunk. Amíg a csonti ragad, addig átrostálom az etetőanyagot. Látjátok, vannak benne azért ilyen kis piros angol morzsa szemcsék, ilyen jó kis darabosak, úgyhogy eleinte nem is fogom én ezt a bemutatott fjuka bécnek a mikropelletjét tenni. Én azt gondolom, hogy elég lesznek ezek a színes morzsák is benne. Közben itt magam mellé bedobva nézem azt, hogy mennyire dolgozik vissza. Nem, jó van, nagyon jól átnedvesedtek a szemcsék. Ezt a 6 deci vizet pikpak felszippantotta ez a 1 liternyi kaja. Elsőre egy kicsit egyébként ilyen csirizesnek tűnt, de nem kell megijedni, mert amikor ilyen jó darabos az etetőanyag, akkor biztos, hogy azt föl fogja szippantani. Természetesen azért érdemesebb apró adagokba eleinte hozzátenni, tehát amíg nincs meg a kellő gyakorlat meg tapasztalata etetőanyag keverésbe, akkor inkább több lépcsőbe adjátok hozzá a vizet. Hát van rajta gazdagon, azért úgy látom, piros és narancssárga morzsa, ezt is megkóstolom azért. És mehet is vissza a kajába. Azt gondolom, hogy ez tökéletes, hogyha kell, akkor még egy kis spriccnivel majd tudom nedvesíteni még.
Hát akkor most már jöhet a szerelés és a peca. Hát megtörtént az alapozás, durván egy ilyen 45 méterre alapoztam be, nem sokkal, mindössze 3 kosárnyi kajával és egy kis ragasztott csontival. Majd mindjárt mutatom nektek a szereléket, hogy hogyan néz ki, amivel horgászom. Most először egy ilyen 30 grammos sima open end kosár van. Fönn ugye a múltkor ismerős már ez a szerelék, ez a kis féderlinken alatt egy sodrot zinorszakasszal, benne egy kis forgó, ebbe kapcsolódik az előkém. Ugye fontos az, hogy ez a kis sodrot zsinórszakasz, ez mindig túlérjen magán a kosáron, erre oda kell figyelni, különben könnyebben felgubantolódik. És hát akkor kezdem a horgászatot, először egy ilyen nagyobb űrtartalmú kosárral, hogy még egy kis kaja menjen be, és utána pedig majd váltani fogok egy kisebb űrtartalmúra. A tervem az az, hogy majd a végén már csak ragasztott csontit toljak be, de hát hogyha igénylik a kaját, akkor nyilván azt is kell majd tolni. Még a botról ugye nem beszéltem, múltkor ugye mondtam nektek, hogy a Ultra C szériával horgáztam az Akoszból, ez most itt az Ultra X 360-as hozba, 70 grammos ez a bot. Ez is egy teljesen egy kis átlagos kis horgászbot, én azt gondolom, hogy nem is túl drága, és az a X az azt jelenti, hogy ez egy kicsit ez már erősebb, mint a C, tehát ezt nyugodtan lehet már ilyen nagyobb tömegű kosarakhoz, illetve hogyha valaki metódozáshoz keres egy jó kis botot, akkor ezt az X-es szériát mindenféleképpen javaslom, hogy érdemes megnézni. Na de akkor keressünk egy előkét, ami most kezdésnek talán jó lehet. Hát. Nézzünk először egy ilyen 14-es méretű horoggal, egy 15-ös előkével. Magam előtt egyébként átvizsgáltam a terepet, nem nagyon találtam semmi különösebb törést, akadót, úgyhogy iszapos se volt, hála jó Istennek az alja a medernek, szépen siklott felém a ólom. 40 grammos ólommal mértem föl egyébként a terepet. A süllyedéséből ütélve ilyen 4-4,5 méteres lehet a víz ezen a placon, ahol horgászom. Megpróbálok nem túl messzire horgászni, mondom ilyen 40-45 méterre. Azt kényelmesen pontosan meg tudom dobni ezzel a szerelékemmel. Hát a kóla az majd fel fog robbanni, hogyha kinyitom, de nem baj. Ilyenkor nem túl előnyös a szakáll, mert előkét nehéz megtalálni a sok szőr között. Na mindegy. Szépen beleilleszem ebbe a kis forgóba a előkémet. Ráhúzom ezt a kis gumi csücsköt, ilyenkor mindig meg szoktam egy kicsit ellenőrizni. Megnevezesíteni, egy kicsit meghúzom még a kötést. És akkor egy pár szem csontival tűzöm meg a horgom. Érdemes így a vékonyabbik részénél, ugye a múltkor mondtam nektek, hogy kevésbé pödri be a zsinort, hogyha itt a vékony részénél van megtűzve. Hát, dobunk egy 3-4 szemet azért. Na és a végét egy piros színűvel lezárom. Így. Csontikból ilyen és picike kis gömböket készítek. Ez megy majd a kosárnak a közepébe, és a két végét pedig kajával lezárom. Így néz ki a töltetem. A közepébe van egy kis gombóc csonti, és akkor a két vége pedig kajával lezárva. Egy picit tapadós ez a etetőanyag attól a és mézes kalácstól szerintem, ami van benne, de ez nem probléma, főleg ebbe a mélyebb vízbe. Van velem szemben egy oszlop, az a támpont. Azt fogom minél pontosabban horgászni. Le kell nyomni a spiccet a víz alá, így ahogy besüllyed a zsinór, gyönyörűen a víz alá is kerül. És hát ne feledkezzetek meg, mindig mondom a zsinórjelölő filc használatáról. Én is most megjelölöm a távolságot, hogy legalább egy ilyen kiindulási alapnak ez most jó lesz, amit horgászom, utána meg majd meglátjuk, hogy szükséges-e elmozdulnom erről a távolságról bentebb, avagy
kintebb, szépen be is állt a cucc. Pár percet várok rá, az órámat azt most, hát legyen most ilyen 3 percre volt a múltkor, iPhone nézünk először egy 3 perces ütemet, utána majd egy kicsit ritkítunk rajta. Még most az elején nem baj az, hogyha 3 percenként dobok újat. Durván, amikor beáll a cuccom egyébként is eltelt egy olyan jó perc, akkor utána egy kicsit majd magam felé meg fogom húzni a szereléket, hogy a kosárból kiürüljön a kaja, illetve a ragasztott csonti ki robbanjon belőle, és az etető, vagyis hogy az etetést egy kicsit ráhúzzam majd a felcsalizott horgot. Na hát akkor várjuk az első halat. Nagyon szépen itt vannak a halak, tényleg a második dobásra már elcsavarta. Ez is most épp, hogy elindítottam a kamerát, rögtön felkéreckedett. Úgyhogy azt gondolom, parádé és kis pecával lesz ma részem. Az első pontja, amit fogtam, ez ilyen másfél kilós lehetett, ezt sem érzem nagyobbnak. De nagyon szépen működik ez a ragasztott csontis kajával lezárós történet, úgyhogy egy kisebb kosára is cseréltem már időközben a kosaramat, mert úgy tűnik, hogy nem kell ész nélkületetnem, mert itt vannak a halak, úgyhogy elég, hogyha szépen adom nekik a ragasztott csontit kis adagokba, itt fognak ők lenni, hiszen nagy konkurenciám nincsen, egyedül vagyok itt ezen a placon. Horgot is cseréltem időközben, egy ilyen nagyobb öblű horgot, majd meg fogom mutatni, hogy milyenre váltottam. Jobban illik most ezekhez a pontyokhoz. Az első kapásom az gyönyörűen elcsavarta, az amíg szarakodtam a kamerával az elment, a második az már meglett. És érdekes módon az a második kapás az ilyen kis finom kapás volt, ez a harmadik ez viszont megint agresszíven vitte. Könnyű a horog, amivel horgászom egyébként, hát pont a élő csali miatt, ugye csontival csalizok, hogy minél kisebb legyen a horognak a tömege, és hát a hal az könnyebben fel tudja így cippantani, de ugyanakkor legyen az kellően erős is egyébként a horog. Hát azt nehéz egyébként megtalálni ezt az ideális párosítást, hogy legyen a horog könnyű is, de ugyanakkor legyen benne kraft is, hogy megtartsa a halat esetleg még akkor is, hogyha egy nagyobb testű jószággal van dolgunk. Elő kell majd hoznom, úgy néz ki, a másik merítőmet, és föl kell szerelnem egy kisebbet, illetve majd ezt a nagyobbat inkább tartalékba meghagyom. Mert ezekhez a halakhoz ez egy kicsit nagyképűnek tűnik, de hát ha beakad egy nagyobb is majd. Remekül védekeznek egyébként a halak, meg hát gyönyörű tiszta a víz, úgyhogy biztos, hogy nyáron, mikor még tisztább lesz, még nagyobb élmény lesz ebbe a kristálytiszta vízbe horgászni, úgyhogy vissza fogok biztos térni még majd más módszerekkel is. Nem túl messze van egyébként, Majosházi letérőnél kell Duna Varsány felé letérni, és egy ilyen szűk kilométer után van egy nagy székely kapu, és amögött található ez a tó, de hát biztos fogtok még majd róla hallani többször is. Na gyere kis komám! Ez is egy szép kis pocakos kükrös. Ideiglenes haltartóba. Megyek ide, hozom a másik merítő
nyelemet is, felszerelek egy kisebb fákfejet a kisebbeknek, meg hagyok egy nagyobbat a nagyobbaknak. Egy igazi örömpeca kerekedett ebből a mai napból. Nagyon jó étvágyuknál vannak a halak, folyamatosan csavargatják el a spiccemet, nem nagyon kell sokat várni. Egyetlen egy trükkje van ennek a mai horgászatnak, a pontosság. Nagyon szépen pontosan kell tudni meghorgásznom azt a placot, ahova etettem. És nagyon szépen fölépült a hely. Onnan sikerül minden halat fognom. Hogyha egy kicsit eldobok tőle jobbra 10 méter, vagy balra 10 méter, érdekes módon, akkor nincs kapásom. Valahogy ráálltok arra a területre, és ott szeregetnek a pontyosk is. Ez a ragasztott csonti, ekkora kis ragasztott csonti, mutatom így jobban a kamerának, ekkora kis ragasztott csontit töltök a kosárba, a végét pedig ledugózom az etetőanyaggal, és hát ezzel nagyon szépen összeálltak a halaim. Az időjárás az pedig parádés, tehát ahhoz képest, hogy azt mondták, hogy hideg lesz, meg eső, meg szél, meg minden, ahhoz képest szikrázó napsütés. Bár azért csalókom, mert hűvös van, ebbe a vastag gúnyába kell azért lennem, mert ha leveszem, akkor rögtön fázom.
Hát a végéhez közeledik ez a mai horgászat, ami rendkívül élménydús volt. Nagyon sok szép pontyot sikerült fognom. Nagyon jól reagált erre a ragasztott csont is dologra, úgyhogy maximálisan elégedett lehetek ezzel a mai nappal. Mondhatom azt, hogy kibőjtöltem, hiszen a elmúlt horgászataim azok inkább a küzdelemről szóltak, mint a alfogásról, de ez a mai nap egy olyan perc, amikor tényleg nagyon-nagyon jól sikerült horgásznom. És hát ahogy elmondtam a mondókámat és kikapcsoltam a kamerákat, természetesen elcsavartam még egy búcsúhal. Remélem, hogy meg lesz, és akkor tényleg egy jó kis luszpoénja lesz a mai napnak. Akkor megpróbálom így elmondani a záró gondolataimat ezzel a hallal itt a horgomon. Nagyon szép idő volt a mai nap, gyönyörűen sütött a nap, a víz egyébként nem volt több ilyen 4-5 fokosnál, szerintem inkább ilyen max 5 fokos lehetett a vízhőmérséklete. A levegő az kb. Ilyen 7 és 10 fok között lehetett. Hűvös volt, nagyon ez a vastag gúnya, ez nem tudott rólam lejönni, hiszen ha levettem, akkor rögtön fáztam, azonnal vissza kellett vennem, meg hát a sapka is határeset, még egy téli sapka bőven elfért volna. Főleg ehhez a hatalmas nagy hajkoronához, mint ami nekem is van. De a lényeg az, hogy nagyon-nagyon jót szórakoztam ezen a mai napon. Ez a Majosligeti Horgász és Szabadidőpark biztos, hogy egy jó kis víz lesz, hogyha meg fogják nyitni. Még rengeteg munka van vele. Biztos vagyok abban, hogy a vízfelszíni technikák is fognak működni, hiszen egy jó, mély bányató, kristálytiszta a vize. Most épp egy kicsit be van opálosodva, hiszen ott a végén a tónak dolgoznak, és azt mondták a srácok, hogy valószínűleg az miatt most beopálosodott, mert pár nappal ezelőtt még gyönyörű, tiszta volt a víz. Úgyhogy biztos vagyok abban, hogy a vízfelszíni technikák fognak működni. Én is ki fogom majd próbálni majd pelletvaglerrel rakózni, és ki fogok jönni majd ott a versenypályára. A meccsbotor dolgokat is majd szeretném próbára tenni. Az biztos, hogy egy remek kis versenytó lesz, vagy legalábbis az a túlsó oldala, az egy remek kis versenypálya lesz majd. Hát a mai napon pedig ez a ragasztott csont, amivel horgáztam, ez nagyon-nagyon jól működött. Nem sokat használtam, mert szerintem a 70%-át a 1 liternek, tehát körülbelül ilyen 7 deci csonti volt az, amit elhasználtam, illetve hát egy kiló etetőanyagot. Ez az etetőanyag egyébként nagyon tetszik nekem, mert ezek a nagy szemcsék, amik vannak benne, ránézésre az acskón keresztül ilyen finom szemcsés etetőanyagnak tűn, de azért elég darabos ez a kaja, igazi pontyos kaja, úgyhogy ilyen spekulációs, mézes kalácsos jellege van, édes egyébként a kaja. Nagyon tetszett, úgyhogy még fogok majd vele horgászni. Ragasztott csonti, ez az etetőanyag, egy deci csonti, amit meghagytam csalizni, ezzel horgáztam egész nap. A kosár méret az egyébként egy ilyen 30-40 grammos kosár volt, amivel horgáztam. Nem túl nagy űrméretű, mert közben megszákolom ezt a potykát. Nem túl nagy űrméretű, mert így tudtam a legjobban beosztani, meg hát nem is igényelték a halak azt, hogy ész nélkül toljam nekik a kaját, illetve a ragasztott csontit, ennyi, ez bőven elegendő volt ahhoz, hogy ide találjanak, és hát itt is maradjanak. Ez egész szép kis pontyocska. Természetesen ő most a legvégén, amíg itt beszéltem, közben mélyre nyelte. Ilyenkor én nem nagyon szeretem őket horogszabadítóval piszkálni, főleg amikor olyan mélyen van a horog, hogy nem is látom, akkor inkább szépen elvisszantom a előkémet, és szépen ki fog belőle majd jönni a horog később. Na hát akkor meg is tudom nektek mutatni ezt a utolsó gyönyörű potykát. Hát ilyen pontyokat sikerült fognom elég sokat, egy párat letároltam, mert van nálam egy mérleg, amivel majd a országos bajnokságokon szeretnénk a halakat mérni, és mondta Tibi barátom, hogy próbáljam ki ezt a mérleget, hogy pontos-e és hogy milyen gyorsan áll be. Hát ők voltak a mai napnak a főszereplői, illetve hát ez a víz, ami nem sokára meg fog nyitni reményeim szerint a horgászok előtt. Én ajánlom nektek, hogy gyertek majd el, próbáljátok ki, ti is ki. Szemben azon a víz, szemben parton pedig a versenypályán biztos, hogy egy jó versenyek lesznek majd rendezve, hiszen ezekre a halakra, ezek igazi versenyhalak, ezekre biztos, hogy élmény lesz horgászni. Én azt gondolom, hogy bármilyen technikával érdemes lesz ide lejönni, rakósbottal, meccsbottal, féderbottal,
közben ott szépen fordult az etetésem, egy jó ponty, de most már nem dobok vissza, nem hagyom magamat csőbe húzni. Úgyhogy érdemes lesz ide ellátogatni bármilyen technikával, főleg amikor majd egy kicsit most már lassan zöldül a természet, hiszen jön a tavasz. Úgyhogy gyertek ti is horgászni, és hát majd tartsatok velem legközelebb is, amikor én is el fogok látogatni egy újabb víznek a partjára, vagy akkor is, amikor majd még nyáron eljövök ide és kipróbálom ezeket a felszíni technikákat. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, közben visszaengedem ezt a potykát, hogy ne legyen sokáig itt a levegőn. Na, usszákomám! Szevasz! És hát nektek is sziasztok!